hogyha lenne kalapom, levenném, szóval hát van csak az push, hogyha leveszem, érted? Akkor szerintem lezárnak a YouTube-on. Na hát figyeljetek gyerekek, annyit kell hozzak mondjak, hogy itt most fel kell nyújtsam a kezem, csövikék, jó csináltátok. Azért megpakolni Angliát 4-0-ra, mondjuk egy kurva gyenge angol csapatot, de ez ne vegyünk semmit el a magyaroktól. 48 stadion fel volt húzva az emberek bőrén, na meg ugye az EU pénzén, de nem számít. Az a számít, ami az számít, ami az eredmény. És ez normális. Ahova a hely lehet gyakorolni. Érted? Na most, őszintén, most megmutatom nektek. Megmutatom nektek, hogy miről beszélek. Szerintetek egy ekkora konyhába lehet egy főzősót csinálni? Nem. Hát persze, hogy nem. Hát nem lehet egy főzősót csinálni. Úgyhogy, ha nincs stadion, nem lehet fotballozni, nem lehet gyakorolni. Úgyhogy, viva Orbán! Abba kell tenni a pénzt, amiben van jövő, a sport. Érted? A futball. Most adtak ugye annak idején 1954-53-ban az angoloknak hatot, a hat angol keserű, aztán 54-ben eladták a németeknek a meccset, a világbajnokságot, a döntőbe, ugye Puskás, meg Hidegkúti, meg Nándor, meg Boxics, meg azok mind Mercedes-re járkáltak, 200.000 Deutschmark be a zsebbe. Úgyhogy azóta, 54 óta, őszintén mondom, mikor láttam azt a meccset, ott voltam bennbe, direkt a stadionba, kicsit úgy megundorodtam, érted? De ma jó csináltátok. És fel a kézzel, mondom, az egy kalapom van, amit azt szívesen lerántom, de nem itt, ugye, azt majd megoldom másképp. Úgyhogy con fucking gratulation. Ne dufi.